Közel 30 játékossal kezdte el hétfőn a felkészülést a Nyíregyháza Spartakusz. Az őszi keretből távozott Kovács Alen, Cenáj Grion, Busai Attila, Csorvási Tamás és Jova Levente. Érkezett két kapus, Fadjas Tamás és Ásványi Balázs, valamint a középpályás Patvaros Zsolt és a támadó Györgyi Artúr is új szerzeménynek számít. Kapusedzőként Pintér László foglalkozik a hálóőrökkel a távozó Tuska János helyett, Ambrusz Árpád pedig a jövőben sportigazgatóként dolgozik a klub sikeréért. Lengyel Roland vezetőedző elégedett volt a szabadságról visszatérő játékosok állapotával. Nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, ennek megfelelően megkapták az egyéni programot a játékosok, tehát nem nulláról kell elkezdeni, egész jó állapotba tértek vissza, jó hangulatban, most a héten egy ilyen szinte rávezető hét lesz, orvosi vizsgálatokkal fog eltelni a hetünk, plusz szombaton játszunk a Debrecen ellen egy edzőmérkőzést, majd a következő héten még Kassával játszunk a Városi Stadionban Műfűvön, egy edzőmérkőzést is utazunk Törökországba 10 napra, ott 4 mérkőzést fogunk játszani, majd visszatérünk Nyíregyházára és ráforulunk a bajnoki hétre. A csapatkapitány Fodor Ferenc reményei szerint ott tudják majd folytatni tavasszal, ahol ősszel abba hagyták. Az utolsó 6 meccsét tavaly megnyerte a Spari. Azt gondolom, hogy az öltözői hangulata az azért megmaradt, egy nagyon jó hangulatú összetartó társaság alakult ki, ami én abban bízom, hogy a későbbiekben is így fog maradni, hiszen ennek köszönhető azért az utolsó 6 meccsen szerzett eredményünk. A jövőre nézve pedig azt gondolom, hogy minden új játékosnak megadjuk a kellő bizalmat és a tiszta lapot. Én bízom benne, hogy ezzel élni fognak és hozzá tudnak tenni a Nyíregyháza Spartakusz sikeres szerepléséhez. A tavaszi szezon február 2-án rajtol az NB2-ben a Nyíregyháza Spartakusz a nyitófordulóban a Soroksárt fogadja.